Köszöntöm a kedves nézőket, és üdvözlöm a stúdióban dr. Lőrinc István nőgyógyászt, főorvost. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ugye a szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk a mai napon. Nőgyógyászként azt gondolom, hogy a mély nyak szűrés az nagyon fontos. Magyarországon mi a tendencia? Elmennek a szűrővizsgálatokra a hölgyek? Hát én is mindenkit üdvözlök, aki nézi az adásunkat, és a szűrővizsgálatok Magyarországon szépen és nagyon jól meg van szervezve, sajnos nem mindenki vesz részt, és ez a fájdalma a nőorvos társaságnak, hogy évente több magyar nőt veszítünk el a mély nyak megbetegedésében, mint amennyit meg tudnánk gyógyítani, és nem lenne különösebb gond, hogyha eljönnének el a évente, másfél évente ajánlott mély nyak szűrése. Ez az a betegség, amit, hogyha időben ki tudunk szűrni, akkor 100%-osan meg lehet gyógyulni belőle. Úgyhogy én minden alkalmat megragadok, főleg itt Szentendén az iskolákban is elhívnak, ott is ezt elmondom az ifjúságnak. Most voltunk legutoljára, igen, Budakalászon keddi délelőtt, ahol évente kimünk rendszeresen, és a budakalászi hölgyek nagy megelegedésére, tehát minden évente házhoz megy az orvos, ahogy szoktuk mondani, de így még mondhatnám a Csobánkát, Piliszentkeresztet, Dunabogdánt, készünk Tahitótfaluba, tehát mi is a helyi szinten is többet próbálunk segíteni a lakosoknak, mert azért mindig szoktam más kollégákkal vitatkozni, például bőrgyógyász, sebész, minden, hogy a nőgyógyászati szűrővizsgálatok az egészen másak. A nő életeiben egy nőgyógyászati vizsgálat nem egy fogászati, nem egy bőrgyógyászati, annak megvan az intim szférája, meg kell legyen egy olyan kapcsolat az orvossal, hogy ő tudjon ott mindent elmondani, ami neki a fájdalma, ami a problémája, és nem lehet ezt egy kalap alá venni más szűrővizsgálatokkal. Úgyhogy én mindig örvendek, mikor bent a Szentendrei szakrendelőben is megjelennek szép számmal, problémamentesen, hanem szűrővizsgálatot kérnek, ugyanúgy, mint a mellnél, ugyanúgy a ményak szűrővizsgálataknál. És ennek itt Szentendrén és a Szentendrei körzetében, járásában egyre jobban látom az érdeklődést, és az egy kicsit úgy örömmel telt engem. Egyébként kicsit beszéljünk még a megelőzésről. Ugye már fiatal korban adható a HPV elleni védőoltás. Ezzel kapcsolatban most októberben lesz egy kis változás, ugyanis a fiúk is megkaphatják ezt. Mennyire fontos, hogy a fiatalok beoltassák magukat HPV ellen? Hát ugye sok minden kering a HPV, ugye ez a humán papilloma vírus által okozott megbetegedés, a méhnyak hámsejtjeit támadja, és ez kimutatott dolog, hogy ez a vírus a rossz indulatú daganatoknál jelen van. Tehát az elvégzett vizsgálatok retrospektíve igazolták, hogy minden egyes rossz indulatú méhnyak elváltozásban a vírus, a humán papilloma vírus valamelyik formája, főleg a 16-os, 18-as, ugye több mint 100 vírus van, okozza a rossz indulatú elváltozást. Tehát ezt az államnak ezt a nagy lelkűségét, hogy felajánlotta, hogy az ifjúságnak, tehát először jó pár éven már a fiatal lányoknak, most októbertől az ifjú fiúknak is ingyenesen szülői beleegyezés mellett. Persze ez a két oltás, ami 6 havonta egy oltást jelent, ez pedig megelőzés, megvédi az ifjúságot, most már a lányokat is és a fiúkat is egy esetleges fertőzéstől, ami a következő években, ugye a nemi életek elkezdése után és továbbra is egy védettséget okoz ezek a vírusok ellen. Egyébként miért fontos az, hogy a fiúk is beoltassák magukat? Ugye most október 1-től erre lesz lehetőség. Ugye nekik ez nem okoz tünetet, ha jól tudom. Igen, a fiúknál,
utána a felnőtt ifjúság férfiaknál a humán papilloma vírus jelenleg nem olyan gondot okoz, mint a hölgyeknél. Ellenben ők terjesztik. Ezt tudomásul kell venni, ők is terjesztik, hogy ez a vírusfertőzés szexuális úton terjed. Tehát abban a pillanatban szokták mondani a pingponglabda tünete, hogy ilyenkor mind a két félt, mind a betegségnél kezelni kell, ezeknél a megelőzésnél, és mind a két nem, tehát a fiú és a kislány, ha megkapja az oltást, akkor nyugodtabban nézhet a jövőre, nézhet a szexuális életére. Mik a tapasztalatok egyébként, hogy a mostani időszakban mondjuk, hogyha egy 10 vagy 20 évet visszamegyünk, akkor egyre korábban kezdik meg a nemi életet? Tehát ez megmutatkozik valami a vizsgálatokban? Megmutatkozik. Egyértelmű, hogy felgyorsult az életritmusa, hogy kinyíltak az úgynevezett ollók, tehát a mai fiatal az félvilágot összejárja, míg ezelőtt 10-15 évvel vagy 20 évvel a Balatonig lement a fiatal és visszajött, most pedig Amerikától Belgiumig, Brüsszelig úgy mennek, és jogosan és jól is teszik, tanulni meg minden, de hát épp ennek a következtében sokkal nagyobb a lehetőség az új kapcsolatoknak a kialakítására. És ilyenkor pontosan a megelőzés a fontos, hogy igen, a magyar kislány vagy magyar kisfiú legyen erre felkészülve, legyen megvédve, hogy bármi adódik egy ilyen kapcsolat során, akkor ő biztosan védve van a vírussal szemben. De egyébként nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy azért vannak más kiegészítő, védekező módszerek is. Gondolok itt az óvszerre például, hogy azt mit lehet róla tudni, hogy használják, nem használják, felelőtlenek, nem felelőtlenek a fiatalok? Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a védekezésnek több formája van, tehát a nem kívánt terhességek szempontjából vannak a fogamzásgátló tabletták, ott különböző méhen belüli eszközök, hüvelyen belüli eszközök, de én mindig szoktam mondani a nálam megjelent fiatal hölgynél, vagy idősebb hölgynél, hogy a jó öreg védőeszköz, ugye a gumi óvszer, ahogy szoktuk mondani, az azért nagyon jó, sok mindenben megvédi az embert, többször egy alkalmi kapcsolatnál nem nyugodtabban mehet haza, és a lelke is nyugodtabb lehet, mert az egy biztonságos az óvszer, egy megvédi a különböző fertőzésektől, és a nem kívánt következményektől is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez fontos. Igen, ajánlatos. Igen, ajánlatos használni. Nem nagyon szeretik sokan. Érdekes módra nem is a hölgyek, hanem a férfiak óckodnak, és nem nagyon fogadják el. Különböző mendemondák vannak, hogy milyen a óvszerrel nem életet élni. Hát azt most én nem részletezem, de én ajánlom. Ajánlom mindenkinek, mert amellett, hogy egy biztonságos fertőzés ellenes védekezési módszer, azon kívül a hosszabb távon is a védekezést biztosítja. Egyébként kiket érinthetnek a daganatos betegségek? Most egy kicsit visszacsatolnék, hogy melyik az a korosztály, aki mindenféleképpen menjen el a méhnyak szűrésre? Hát ugye a Magyar Neurológus Társaság ajánlása szerint a 18 és a 65 év közötti hölgyeknek nagyon ajánlott. Tehát itt azt a szót nem szeretem, hogy kötelező, mert mindenki független lény is tudja, hogy felelősséggel tartozik önmagával szemben is, de a környezetével szemben is, a családjával is. De az ajánlást azt el kéne fogadni, komolyan el kéne fogadni, hogy másfél évente ezek a korosztály elmenjenek egy nőgyászati vizsgálatra, megtörténjen ez a szűrővizsgálat, és akkor nyugodtan mehetünk tovább, és ha bármi legkisebb probléma kialakul, azt nagyon jól lehet kezelni, a legkisebb műtétekkel teljesen meg lehet oldani a problémát.
És egyébként hogyan lehet megelőzni? Ugye beszélgettünk óvszerről, beszélgettünk sok minden megelőzési formáról, de hogy életmóddal is van összefüggésben esetleg a rák kialakulása? Lehet ilyen feltételezésekbe bocsátkozni? Az igazság ebben úgy van, hogy az őszintesség az rengeteget számít, tehát hogy nem csak magunkkal, de főleg, hogy én mit fogadok el, tehát a párkapcsolat. Ugye itt a párkapcsolatról van szó. Egyértelmű, hogy a mai felgyorsult, ahogy mondtam, világban biztos majdnem, hogy az első-második kapcsolat nem lesz, mint régebb, sírig tartó nagy szerelem, hanem változnak a kapcsolatok, változnak a partner. Tehát a partner változtatása, a nem életnek a felfokozódása, számtanilag is, ezek mind előidézhetnek egy bizonyos gyakoriságát a betegségnek, abban az esetben, hogyha ugye nem védekezünk, nem vigyázunk, a prevencióban nem veszünk részt. Tehát ilyen szempontból az egymásra figyelés, a magammal tisztán látás, hogy én elmegyek az orvoshoz, figyelek, hogy velem ne legyen ilyen gond. Ha pedig legkisebb gond van, akkor tovább lépünk, megoldjuk a problémákat. És szólunk a társunknak. És így van, mert minden kezelésben részt kell vegyen a partner is. Tehát ezek az úgynevezett nőgyógyászati megbetegedések, kezdve a hüvely probléma, hüvelyfertőzések, meg a különböző húgyúti fertőzéseknél is, a partnert is ildomos kezelni. Egyébként egy kicsit menjünk előrébb, hogyha valakinél panaszok jelentkeznek. Jelentkeznek-e egyáltalán panaszok, hogyha akár daganatos megbetegedésről van szó, vagy ez csak és kizárólag szűrővizsgálatokkal lehet kiszűrni? Na most itt ezért veszélyes terepre lépünk, mert nem sokszor nincs panasz, mikor már probléma van. Uh-huh. Nem mentünk el 1-2-3-4-5 éve, nem mentünk el. Nem, azért nem megyünk el, és ez a rossz mentalitás. Hát nekem panaszom nincs, doktor úr, nekem miért jöjjek, mikor én 5 éve, nekem semmiféle panaszom nincs. Ez nem egy jó felfogás, és ettől mindenkit óvok, hogy ez a tudatába is belevésődjön. Igen, nincs panaszom, elmegyek szűrni. A ményak megbetegedés miután már probléma van, például rendes vérzés, vagy bűzös folyás, vagy valami, akkor már lehet, hogy egy előbbre haladó stádiumban van, ami sajnos eléggé nehezen már kezelhető, vagy gyógyítható, vagyis ha gyógyítunk, nem biztos, hogy a életmentő műtétet el tudjuk végezni. Tehát nem mindig, sőt, nagyon sokszor nem jelent panasz, mikor már úgynevezett rossz indulatú elváltozás van a ményakon. Tehát ezért ez nem olyan, hogy bepirosodik a szemem, és rögtön futok, vagy fáj a fogam rögtön. Nem. Ez egy lassan, vagy időben kifejlődő betegség, ami nem okoz. Tehát magában úgy panasz nem okoz, hogy fájjon valami, hogy görcsölök, vagy bér. Mikor már megjelenik a vérzés, vagy megjelenik a diszkomfort érzésem, vagy valami bűzös folyás, akkor már sajnos, ha rossz indulatú betegség, akkor már sajnos eléggé előre haladt stádiumban van. Ezért az a szomorú eset, amit a statisztikák is igazolják, hogy sajnos évente több mint 300 hölgyet veszítünk el ményakrák megbetegedésben. Ami megelőzhető lenne. Ami ugye a beszélgetés előtt beszélgettünk arról, így adáson kívül, hogy egyébként annyira nem agresszív, tehát hogy idő kell ennek a betegségnek ahhoz, hogy kifejlődjön. Így van. Tehát ez nem percbetegség, hogy most megkaptam, és holnap már nagy bajom van. Nem, ez szép lassan ott a ményak külső részén, tehát a külső mészáj magasságában elkezdnek a sejtek megbetegedni, és szépen lassan kifejlődik ugye a rossz indulatú elváltozás, ami aztán mikor már, mondom, panaszokkal jön, és akkor már sajnos lehet, hogy olyan stádiumban van, hogy bármilyen életmentő műtét végzünk, elveszítjük a beteget. Tehát ezért kéne, és ezt kéne tudatosítani az emberekbe, ezt kéne a hölgyekbe tudatosítani, hogy el kell menni. Ez egy
ajánlott elmenni, hogy másfél évente, akkor is hát semmi panaszunk nincs. Uh-huh. Elmennél szűrővizsgálatra, ott megtörténik a ménnyak szűrővizsgálat, megnézik az emlőket. Tehát ez a két olyan női betegség, amit mondom, 100%-osan lehetne gyógyítani, ha időben kellő odafigyeléssel, kellő helyre megjelenünk. Akkor már csak arról beszéljünk, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Házi orvosnál kell bejelentkezni, vagy hogyan lehet a szűrővizsgálatokra jelentkezni? Na most az a helyzet, hogy a nőgyógyászati vizsgálatok egész Magyarország területén nem beutaló kötelesek. Tehát ezt se lehet mondani, hogy én el kell menjek a házi orvosomhoz, vagy nem tudom melyik kollégához, és akkor azzal ad egy beutalót. Nem. A területek illetékes, és mindenhol meg van szervezve a nőgyászati vizsgálat, tehát a nőgyászati osztályon történő, a szakrendelőben történő vizsgálatoknak ingyenes, beutalómentes, csak meg kell jelenni, be kell jelentkezni, természetes. Egy telefon és a időpont kérés, és akkor megjelenik a hölgy a vizsgálaton. Tehát abszolút gördülőkényen megy az egész. Nagyon jó a háttér, tehát a úgynevezett citológiai vizsgálatok háttere. Uh-huh. Nagyon jól meg van szervezve. A szövettani háttér nagyon jól meg van szervezve. Úgyhogy csak arra várunk, hogy megjelenjenek a hölgyek, és akkor, mikor egy vizsgálat, egy délti vizsgálatnál például nem is betegség, hanem a legtöbb, mint szűrővizsgálat jelent meg, akkor én boldog vagyok. Azt jelenti, hogy észrevették a hölgyek, hogy erre eljövünk saját magunktól, és a mi indítékunkból, hogy magunkra vigyázzunk, és akkor jön a premier, akkor ezek után már nincs gond. Tehát a nőgyógyászati vizsgálatok nagy része, ha a úgynevezett prevenció működne, tehát a megelőzés, a felvilágosítás, akkor nem lennének különösebb problémák, nem lennének tele a kórházi osztályok különböző női betegekkel. Azt gondolom, hogy ez egy jó végszó, tehát fontosak a szűrővizsgálatok. Hát én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy okosabb lettem. Dr. Lőrinc István nőgyógyász főorvost hallották. Köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.